Már harmadjára vertük meg a Mezőkövesdet, majd felkészülési találkozón. Hogyan értékeli a ma látottakat? Örülök a harmadik győzelemnek is, mert azért egy NB1-es csapat ellen játszani és győzni az mindig nagy érték. Én azt gondolom, hogy ez nagyszerű mérkőzés volt, nagyon jól sikerült. A Mezőkövesd is teljes átalakuláson megy keresztül, hiszen új edzője van, és mi is próbálunk visszatérni a bajnoki ritmusba, és ez a mérkőzés ez nagyon komolyan segítette a munkánkat. Egy ilyen jó hőfokú meccsen lehet a legtöbbet tanulni, a legjobban gyakorolni. Én azt gondolom, hogy a nézők számára is egy értékes mérkőzés volt. Hogyan értékeli ezt a tornát? Jól, szükségünk volt erre a mérkőzés sorozatra, hiszen a Turda a román csapat a legjobbak közül való, hiszen 35 ponttal vezeti a román bajnokságot. Ugye a Mezőkövesdet mondtam, hogy egy NB1-es csapat. Nagy bánatunkra a Cseh Zubri lemondta az utolsó pillanatban a szereplést, pedig ő egy másik kézilabda kultúrát képvisel. Az is jó lett volna, hogyha játszottunk volna egy nagyon-nagyon jó futó csapat ellen. De ezt a két meccset is nagyon sokra tartom, amit lejátszottunk ma. Ugye január 3-án kezdték el a felkészülés, most melyik fázisában vannak a felkészülésnek? Hát nem tudom így fázisra osztani a dolgokat, az biztos, hogy január 3-án pénteken belecsaptunk a felkészülésbe veszettül, és szombat, vasárnap is 3-3 edzés volt a játékosoknak. Aztán itt ezen a héten próbálunk már átérni a bajnoki ritmusra, már az edzőszámokat tekintve, de a terhelés magas a játékosoknak, hiszen még csak 3 hét múlva kezdődik a bajnokság. Nagyon komolyan gyakorlunk taktikailag is, illetve az erőlétet és az erőt próbáljuk fejleszteni. Itt megvan hozzá mindenünk hazai pályán, én azt gondolom, hogy ez nagyon jól segíti a munkánkat. A játékosok nagy része egészséges, és remélem, hogy a mai mérkőzésen megsérült Nikolas Trebac is felépül gyorsan. Ugye most átigazolási időszak van, ilyenkor minden klub házatáján felmerül-e az, hogy szükség van-e új játékosokra, illetve távozik-e valaki, nálunk várható-e valamilyen változás? Távozó biztos, hogy nem. És nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, hogy új játékos érkezik. Nem is nagyon gondolkodtunk ebben, hogy új játékos legyen, hiszen a csapat nagyon komplett, nagyon homogén társaság, és hogyha a játékosaim jó formát mutatnak mind ezen a meccsen, akkor bárki ellen eredményesek lehetünk. Én azt hiszem, hogy egy fél év munka, amit az elmúlt fél évben végeztünk a nyár óta, annak most kell majd igazán kicsúcsosodnia, és hogyha egy átigazolással vagy kettővel ebbe belekeverünk, akkor csak zűrzavart okozunk. Ez a játék garnitúra, aki van, játékos garnitúra, aki van, ők tudják, hogy hogyan szeretnénk játszani, nagyon jól is csinálják a stílust, ahogy szeretnénk játszani. Ezt kell fejlesztenünk, ezt kell tovább dolgoznunk, ebbe kell megharcolni a saját harcunkat. December végén nevezték ki a Mezőköves vezetőedzőjének. Ismerte a csapatot előtte, illetve mit tudott a játékosokról? Hát nyilván volt, akivel ellenfélként találkoztam, volt, akit edzettem, tehát olyan szempontból ismertem a csapatjátékát. A nyári felkészülés tornán láttam egy-egy idegenbeli mérkőzésnek az eredményét, vagy mérkőzését tudtam követni. Hát igazából azt gondolom, hogy most egy új csapatot kell szervezni, ugye azért 4 játékos eltávozott, tehát ez a 4 edzésnap alatt igyekeztünk minél többet tenni annak érdekében, hogy valamilyen szinten egy összkép kialakuljon. Nem vagyok csalódott, én azt hiszem, hogy sok olyan arcát mutatta a csapat, amelyekből tovább kell lépni, és amelyekből le kell vonni a következtetések. Ebben volt, ami szép volt, ami csúnya volt. Hát ez ilyen természetes, tehát egy folyamat. Amikor elindulok, abban mindig vannak nehézségek, de senki nem ígérte azt, hogy itt most már diadalmenet fog jönni. Itt küzdelem, küzdködés megy, és igyekszik ebben a nehéz helyzetben a csapat a legtöbbet kihozni magával. Tegnapi nap folyamán a Túra együttesét megverték, míg ma az NB1-ben is Balmazújvárostól kikaptak. Ezt kudarcként élik-e meg? Hát itt szó sincs kudarcról, tehát a kudarc, azt gondolom, aki látta a meccset, az látja, hogy nyilván mi volt ebbe az erény. Ez a csapatnak, hogy 24 óra alatt vannak olyan játékosok, hogy két meccset nem tud gyönyörű hőfokon lejátszani. Ez egyértelmű, ugye azért a Balmazújváros jóval többen volt, ahogy én nézegettem. Ugye a szepesi kiválása tegnap azért a csapat szerkezetet érzékenyen érítette. Nálunk 2 próbajátékos volt, akiknek a beillesztése, helykeresése történt. Hát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen most játszottak másodszor együtt egymás ellen, vagy egymással. Tehát ebből adódóan az együttműködés, az a fajta kooperáció, ami egy ilyen szintűn kell, az nincs. Nyitott védelem elleni támadás építésében meg is látszott. Hát valaki számolta, hogy a technikai hibánk utáni gyors gólok és a kiállítási arány,
ami ugye számunkra nem volt kedvező, 8-2 volt a kiállítás arány, és hát az a gyors gólok, amiket kaptunk, meg amit mi lőni tudtunk, az nagyon-nagyon sok volt, még a különbségnél is több. Én azt gondolom, hogy itt mi játszani jöttünk, gyakorolni jöttünk, az eredmény engem másodlagosan. Az eredmény onnan kezd, amikor a Vác elleni mérkőzés jön, ott már fontos lehet az, hogy mi az, amit meg tudunk csípni. Nyilván arra van egy hetünk, hogy fölkészüljünk, tehát arra a mérkőzésre már úgy mond, hogy a tisztán, tehát nem úgy, mint hogy most volt, mint tudom én, 20-22 óra. Én azt gondolom, hogy nyilván meghozni kell még azokat az embereket, vagy úgy megtalálni a csapatszerkezetet, ami a leghatékonyabb. Tehát én azt gondolom, ezt várja tőlünk mindenki, az, hogy dolgozzunk, az, hogy tegyük a dolgunkat, és tegyük meg mindent annak érdekében, hogy Mezőkövest kézlabdát szerető közönség jövőre is NB1-es mérkőzést láthasson. Kikkel is hol játszunk még felkészülési találkozókat? A jövő héten szerdán utazunk Orosházára, és a délután 5 órakor játszunk az Orosházával, illetve hazai pályán 17-én pénteken, 10 óra 30-kor délelőtt, és 15 óra 30-kor délután a Cegléd NB1-es csapatát fogadjuk. Aztán a rákövetkező héten utazunk az Avaskupára, Miskolcra, ott szombat vasárnap játszunk NB1-es csapatok ellen, illetve a legutolsó edzőmérkőzésünk hazai pályán a Hajdunánással lesz, valamikor február első hétvégének a végén, de most ezt pontosan nem tudom a naptári napot.